üzleti szempontból milyen különbséget jelent? Tehát a léalma és az étkezési alma között mekkora különbség volt például a tavalyi évben? Hát a tavalyi évben körülbelül olyan nettó 60-65 forint körül lehet az az árkülönbség, ami volt a léalma és az étkezési alma között a különbség. A fagykár után, ha lesz is jó minőségű alma, a termelők az értékesítési ár miatt is izgulhatnak az idén. Erről volt szó nemrég Mint a gazda című műsorunkban. A beregi gazdák szerencsések, ezek a kertek megúszták az áprilisi fagyokat. Az ország almatermelésének kétharmadát a szabolcsi alma adja. Magyarország gyümölcsös kertje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, hiszen az almán kívül a medgy, a szilva és a barackos kertek nagy része is a térségben található. Szabolcs megye összgazdasági teljesítményének 10%-át a mezőgazdaság adja. 33 ezer család dolgozik ebben a szektorban. Több mint 7 ezer főt foglalkoztat ez az ágazat. 128 településen 224 összeíró fogja felkeresni a gazdákat az ország minden részén, ugyanis július 1-től indul az Agrárium 2016-os évének gazdaságszerkezeti összeírása. A Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtése 3 évente pontos és hiteles képet ad a mezőgazdaságról, az agrárium állapotáról, változásai. Az elemzéseket a hazai, de akár az uniós döntéshozók is felhasználják. 3 évvel ezelőtt kiderült az, hogy tovább folytatódott az egyéni gazdaság körében az előregedés, tehát a gazdálkodók egyre idősebbek voltak. Ezután aztán különböző fiatal gazdáknak szóló programok indultak. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt, hogy ilyen rövid idő alatt nagy változásra nem számítunk, de kíváncsian várjuk azt, hogy az idei összeírás milyen eredményeket hoz ebben a tekintetben. A birtokszerkezettel, az állattartással, a föld és vetésterületek nagyságával kapcsolatos információkat gyűjti össze a KSH. Az adatok területi termelési eltéréseket, különbségeket is feltárnak. A dohánytermesztés kiemelkedő jelentőség, igaz, hogy itt kis területekről beszélünk, de azért az ország dohánytermelésének 8/10-ét a megye adja. A szántóföld hasznosításában a kukoricának a magas aránya, hiszen ez a szántóterületének egy 42%-át foglalja el, míg a búza például csak 11%-át. Ez is jelentősen különbözik az országostól. A mezőgazdasági összeírás az őstermelőket, egyéni gazdálkodókat, állattartókat is érinti. Országosan 1442 településen 600 ezer gazdálkodást keres meg 3 ezer összeíró. A 2016-os kérdőíveket kitölthetik a gazdák online is. A kiemelt gazdasági tevékenységet végzőknek kötelező a felületet használni. De idén már az összeírók is laptopokon, tableteken rögzítik az adatokat. Gazdaságnak minősül a konyhakert, a szőlő, az erdő, a gyep, de egy nagyobb élőállat vagy egy 50 baromfit tartó telep is kötelezett a válaszadásra.